Nem sok lehetőségünk volt, ugye NB2-ben nincsenek fennek a mérkőzések, nem nagyon vannak közvetítések, úgyhogy csak saját magunkra figyeltünk. Azt próbáljuk megvalósítani azokat a dolgokat, amiket eddig gyakoroltunk, úgyhogy nyilván ide nem győzni járnak az ellenfelek. Az idei évet egyrészt szeretnénk arra fordítani, hogy fejlődjünk, minél több technikai, taktikai dolgokat illesztettünk be az edzésekbe, és ezt szeretnénk mérkőzéseken viszont látni. Ugyanúgy a mai mérkőzésen is egy élmezőnyhöz tartozó csapat ellen szeretnénk ugyanúgy a begyakorolt elemeket viszont látni. Tudtuk, hogy a Pécs egy nagyon erős csapat, és csak akkor lesz esélyünk ezen a mérkőzésen, hogyha végig nagyon fegyelmezetten és koncentráltan védekezünk, és elsősorban ebből a visszaállt védekező játékból kiindulva tudunk kontrázni. Ez a mérkőzés 95%-ában sikerült is, meg tudtuk nagyjából valósítani azt, amit elterveztünk. Bár a nyári igazolásnak, Csernyai Dávidnak köszönhetően sokáig vezetett a világos mezes Elte Beac Pécset, féltávnál mégis döntetlenre álltak a csapatok az NB2 nyugati csoportjának rangadóján, hiszen a góllövőlista illovos a Vénosz Soma a 19. percben kiegyenlített. Az a baj, hogy ezt a védekezést egyszerűen nem lehet 240 percig hiba nélkül lehozni. Törvényszerű volt, hogy nem fogjuk kibírni ezt a nagy nyomást, és sajnos ez a második gól a második fél idő elején, ami nagyon elkerülhető volt, az megpecsételte a sorsunkat. Volt sajnos egy egyéni hiba, ami miatt a Pécs megszerezte a vezetést, és már ugye ezt az agresszív védekezési formát sajnos fel kellett adnunk, ahhoz jobban ki kellett nyílnunk, viszont a fókuszunk, a koncentrációnk az csökkent, nem tudtuk a labdákat megtartani, és ebből volt egy rögzített szituációba kaptunk volt, amikor két gólossá vált a különbség. A 100%-os csapatok csatajában a horvát légiós Robert Nospák után szintén egy legutóbb még az NB1-ben szereplő játékos, Tóth Márk volt eredményes, így a 29. percben már 3-1 volt az állás. Célunk az NB1, úgyhogy a mai mérkőzésen igazából egy egész jó csapat ellen nehezen, de fel tudtuk törni őket, és hát szerintem a jobb kvalitású játékosok nálunk vannak, úgyhogy most emiatt felénk villant a mérlegnyelv. Erre összpontosítottunk, mivel ezt kértük a játékosoktól, hogy nyugodtak maradjanak és játsszuk a játékunkat. És azokat fogjuk gyakorolni, még jobban begyakorolni, hogy tehát tavaszra, amikor a rájátszásba kerülünk, akkor ott már tényleg úgy tudjon működni a dolog, hogy még fölényesebb eredmények tudjanak születni. A hajrában duplázó Vénosz és a szintén két találatig jutó Csernai gólváltása után alakult ki a 4-2-es végeredmény. Úgy gondolom, hogy kontrolláltuk az egész mérkőzést az elejétől a végéig. Nagyon sok helyzetünk volt, hál' Isten 4-et sikerült is berúgni. Az ellenfél betalált kétszer, de egy pillanatig se éreztem azt, hogy gondba kerülhetünk, annak ellenére, hogy ők vezettek 1-0-ra. Úgy gondolom, hogy sikerült azt megvalósítanunk, amit elterveztünk a meccs elején. Készültünk egész héten az Eltére, és bejött, úgy látszik.